A korábbi években, bár folyamatos volt a fűtőanyag ellátottság a tüzépeken, az egyik legolcsóbb tüzelőanyagnál, a lignitnél előfordult hosszabb, rövidebb ideig tartó készlethiány. Ez idén már egyáltalán nem lesz jellemző, folyamatos és bőséges az ellátás a hazai értékesítőknél. Lignitet is tudunk adni, osztályozottat is, olyat is, ami nincs osztályozva, az olcsóbb, drágább kategóriában is elérhető. A szenek, itt a barna, fekete szenek, lengyel szenek, ezek szintén elérhetőek, kaphatóak, árváltozás ezeknél a termékeknél nem volt tapasztalható. A tűzifa esetében, itt a gondolok elsősorban a kemény tűzifákra, az akác, az egy pici mérséklődés tapasztalható az árakban. Hogy ez tartós lesz-e, vagy csak a nyári készletfelhalmozás miatt csökkentek az árak, azt még nem lehet megjósolni, tette hozzá az értékesítési vezető, aki elmondta, ez az árcsökkenés hamarosan megjelenhet a kiskereskedelmi árakban is. A tüzelőanyag felvásárlási dömpingre azonban egyelőre még várni kell. Mint minden évben, amikor már lehűl rendesen az idő, és az első fagyok után van az, hogy van egy kis roham úgymond a tüzelőben. A augusztus végén, itt szeptember elején, akik pedig előre vásárolnak, ők már megvették, amit szerettek volna. Tamás Roland hozzátette, a kemény tűzifák, a tölgy, a bükk és a gyertyán is nagy mennyiségben elérhető. Folyamatos az ellátás, azonban ezeknél a termékeknél várhatóan nem kell árváltozásra számítani a kiskereskedelmi viszonteladóknál.